Minisztériumi pályázatot nyert a Sóstói Múzeum falu. Ennek eredményeként 11 millió forintból újítják fel a nem megfelelő állapotban lévő épületek egy részét. Több mint 80 épületünk van, lakóházak, gazdasági és közösségi épületek, és ezek nagyrészt náddal, zsindellyel vannak fedve, és bizony ezek az évek alatt elhasználódnak, és mint ahogy egy családi háznál is minden évben van valamilyen javítani való, hát ugyanígy a múzeumfalu épületein is. A Sóstói Múzeumfalu évről évre a népi hagyományokhoz hű kikapcsolódást biztosít látogatói számára. A vendégek a régi lakóépületek, istállók és egykori eszközök mellett ezentúl állatokkal is találkozhatnak a Tirpák portán. Az új állatok a Nyíregyházi Állatpark és a Múzeumfalu együttműködésének köszönhetően érkeztek, etetésükről és egészségügyi ellátásukról az állatpark gondoskodik. Egy állatsimogatót alakítottunk ki a Tirpák portánkon, és ott a látogatóink test közelbe kerülhetnek egy paraszt portának az állataival. Vannak apró jószágaink, és vannak négy lábúak, kecskék és birkák, és ezekhez oda lehet menni, közel lehet menni, lehet őket etetni és simogatni is, mert hozzászoktak már a látogatókhoz. A Múzeumfalu színes programokkal és kézműves foglalkozásokkal várja a vendégeit, de már készülnek az augusztus 20-ai rendezvényekre is.